A 10. színházi olimpián Jáhel Rasszuli vendégjátékát láthatta elsőként a közönség a Ciroka Bábszínházban. Az Izraelben született bábszínész, rendező, énekes Paper Cut című előadásában bőven volt humorforrás, és Jáhel kedvenc filmjeiből, dalaiból is ízelítőt kaphattunk. A lendületes produkció végig angol nyelvű volt, ennek ellenére senkinek sem okozott problémát, hogy megértse a romantikusan kezdődő történet fájdalmas és abszurd részeit is. Nem mindennapi módon fogadta közönségét a Ciroka Bábszínház társulata április 13-án a 10. színházi olimpia első kecskeméti előadás előtt. A vendégeket vörös szőnyeg, reflektorfény, az 1940-es, 50-es évek hangulata és korhű ruhába bújt fiatalok invitálása fogadta. A nem mindennapi élmény alaposan meglepte a Ciroka közönségét, azonban tökéletesen felvezette Jáhel Rasszuli Paper Cut című előadását is. Jáhel alaposan felkészült az angol nyelvű One Woman Show előtt, ugyanis kikérdezte a közönséget például a város nevének helyes kiejtéséről, a segélyhívószámról, vagy arról, hogyan mondjuk az országban a volt barátnőt, mindezt azért, hogy aktualizálhassa játékát. The ex-girlfriend, the ex-wife. Ex-international. Wonderful. Let's see. La la la. The two. The kismet. Okay, I think we're good to go. Yes, I'd like to say also, yes, the only phone, ring ring, in the show is this one. Okay. And do we have any international guests? Please raise your hand. No, great, excellent. I love it. Anyone that traveled a long way to come here? Yes, yes, where did you come from? From Budapest. From Budapest. I love it. Let me prepare something special for you. It's done. Okay, great. És az igazi játék még el sem kezdődött. Az előadás történetében ugyanis egy titkárnő, miután mindenki hazament, egyedül marad az irodában, hogy végrehajtsa főnöke kéréseit. Magányában régi filmes magazinok segítségével az álmok világába menekül, ahol ünnepelt filmcsillagként rátalál a szerelem. Kiszemeltje saját főnöke Richard McCormack. Sharing unforgettable special moments with the one you've always longed for. He is there. Yes, you know who I'm talking about. Richard? He is there, waiting only for you. So give in to the rumba beat of your heart. Surrender to Havana. Az Izraelben született Jáhel Rasszuli klasszikus énekesnek készült, majd Londonban színháztervezői tanulmányokat folytatott. Egyedülálló színházi nyelvét a Jeruzsálemi School of Visual Theatre-ben alapozta meg, ahol rendezésre, bábszínházra és tervezésre szakosodott. Jáhel elárulta, a Paper Cut című darabot 13-14 évvel ezelőtt kezdte el megalkotni 25 évesen. I just came out of school. Éppen csak elvégeztem a tanulmányaimat, és szerettem volna készíteni egy előadást, ami tiszteleg és azok a mozifilmek előtt, amelyeket szeretek. Látni akartam, hogy tudok-e mozis élményt létrehozni kevés eszközzel a színházban. Mindig korlátokat hozunk létre magunk számára, az enyém leginkább az idő volt. Végeztem a tanulással, nem volt munkám, féltem attól, hogy talán nem nekem való a színházi szakma, mert túl nehéz. Az ok, amiért még létrehoztam ezt az előadást, az az, hogy nagyon szerettem volna beszélni a szerelmi bánatról, a saját érzések és a való világ közti különbségekről, mivel mindig keveredik a képzelet és a valóság. És azt is meg akartam mutatni, hogy jöhetünk ki győztesen akkor is, ha megszakadt a szívünk. Mindezt össze akartam keverni a kedvenc filmjeimmel, amiket még gyerekként láttam. Olyanokkal, mint Hitchcock művei, például a Mendőrléház asszonya vagy a Szédülés. Emellett Hollywood aranykorának filmjei és zenéi szerepelnek benne. Az álmokról is beszélni akartam, mert az én álmom az volt, hogy előadó, rendező, szóval művész legyek.
Sokan azt mondták, hogy az nagyon nehéz, és keveseknek jön össze. Tanulj inkább mást, legyél orvos, az lenne jó ötlet. Így ennek a produkciónak a megalkotása azt is jelenti, hogy a szívemre hallgattam. A Nászútról szóló fejezetben Jael nem csak a nemzetközi angol, francia és olasz nyelven szólalt meg, illetve énekelt. Közönség kedvéért magyarul is dalra fakadt, és ugyanerre a nézőket is rávette, ráadásul egy teljes dialógust magyarul adott elő. Okay, I'm gonna do my best, okay? It's all the very good around, oh my god. Please help me if you know the words. Saz fehir virago. I'm gonna keep going. Az a szomorú mindig a vasárnap, kon csak a szigalom, kenyere mondanod. Szomorú vasárnap. We did it! Yes! Jael elmondása szerint az a szerencséje az idegen nyelvekkel, hogy képzett énekes, így sok nyelvet ismer, emellett rendkívül kíváncsinak tartja magát, ugyanakkor nem szereti meghatározni a paper cut műfaját, talán azért, mert nem is nagyon lehet. Az biztos, hogy színházi nyelve a színház, a bábszínház, a vizuális művészet és a zene különböző formáit ötvözi. Azt gondolom, ez az, amiért annyira szerettem a bábszínházat. A bábszínház a művészeti ágok között helyezkedik el. Rendezni kell, tervezni kell, van világítás és hang, és mindennek passzolnia kell a másikhoz, és a tárgyak animálásához, mozgatásához. Mindig a történetet és a karaktereket kell szolgálni, csak így működhet. Minden előadás, amit létrehozok, különböző közvetítő közeggel rendelkezik. Ennél minden olyat megtaláltam, amit papírral meg lehet csinálni úgy, hogy közben a mozifilmekről is szól, mindezt két dimenzióban. Jael 2006 óta független színházi alkotásokat készít, és vezető nemzetközi fesztiválokon lép fel Európa szerte, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és a Távol-Keleten. Ezt az előadását több mint 30 országban több százszor adta elő. Pontosan ő sem tudja, mert 500 után nem számolta tovább. Így nehezen tudta megmondani az előadásban, melyik rész az ő saját kedvence. This is why I love it so much, because she can be whoever she wants to be, you know? Azért szerettem annyira a titkárnő karakterét, mert az lehet, ami mindig is akart lenni. Nincsenek korlátai, de közben egy kicsit én vagyok ő, szóval felfedezhettem a különböző személyiségeket. Lehetek például dráma királynő, végigmehetek az összes érzelmen. Azt hiszem, talán az a kedvencem, amikor érzem, hogy a közönség teljesen velem együtt van, együtt érez, és együtt éli át ezt az utazást. De mégis van igazi kedvencem. Szeretem, amikor kijövök a közönségem elé, és a Smile című számot éneklem. Szeretem azokat a pillanatokat, mert kis szünetet jelent a nagy produkcióban, és a nézők szemébe tudok nézni. Smile when your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Ez az, amit magamnak is szoktam mondogatni, és amit másoknak is át szeretnék adni.
Jael elmondta, szeret előadás közben oda kiáltani a segítőjének, kiszólni a közönséghez, beszélni a nézőkhöz, vagy csak rájuk mosolyogni. A papírfigurákkal benépesült univerzum egyszerre abszurd, fájdalmas és humoros az egész előadás ideje alatt, a romantikus történet a képzelet és a valóság összeolvadásával pedig hamarosan Hitchcocki rémálommá változik. Oh, what is it? It's her! Who? She's alive! Who? It's... Marlena. Okay, but all together, okay? Right. It's... Maria. This was good, but this part more, okay? It's Maria. Amazing. Marlena! Quick! She's crazy. We have to call the police. Okay. Madame, Shaggy, I'm running up the stairs. Let her run. Help me with this. Madame, two seconds. I'm coming. Richard, hurry up. Jael azt is megosztotta velünk, hogy szeret egyedül előadni, mivel sokkal nagyobb a szabadsága, ha változtatna valamit a műsorban, nem kell pluszban színésztársakkal egyeztetnie. Ahhoz, hogy a produkcióinak új elemeit begyakorolja, nem tükröt használ, inkább hetente vagy havonta meghívja a társalkotókat, barátait, nézzék meg. Itt saját magát és előadását a közönség reakciói alapján rendezi meg. We have the gift of all the arts coming together. Az az ajándék a miénk, hogy együtt van az összes művészeti ág. Képesek vagyunk elmesélni és kifejezni egyedülálló történeteket, új színházi nyelveket tudunk kitalálni. Minden előadásom után odajön hozzám valaki, aki azt mondja, soha nem jártam bábszínházban, ez volt az első. Nem tudtam, hogy ilyen is van. Rengeteg felnőtt darab létezik, és mindegyik nagyon más. Szeretem, amikor az emberek megkedvelik az előadást. Azt gondolják, hogy nem az, amire számítottak, de tetszik nekik, és szeretem erre rávezetni a nézőket. Jael szuggesztív játékának köszönhetően az angol nyelvű darabot az is megértette, aki nem beszél angolul. Ebben a zene és vizuális elemek is sokat segítettek. Jael Rasuli első magyarországi fellépésére Pécset került sor több mint 10 éve a Nemzetközi Felnőtt Báb Fesztiválon. Most járt másodszor Magyarországon. A 10. színházi olimpia alatt 3 előadása volt vidéki bábszínházaknál. Igazán még el sem ment, de biztosak vagyunk benne, hogy a közönség már most visszavárja.